Vegyes érzelmekkel töltötte el a kijevieket a vasárnapi elnökválasztás kimenetele, amely a politikában teljesen újonc humorista Volodymyr Zelenszkij elsöprő győzelmével végződött. Szerintem nem lesz radikális változás, csak abban merek bízni, hogy a dolgok a lehető legjobb irányba haladnak majd. Minden választópolgár örülni fog, ha az új elnöknek sikerül összehoznia egy erős profi csapatot. Általánosságban véve ez az ítélet a jelenlegi hatalomnak szólt. Csalódtam, amiért Zelenszkij győzött. Személy szerint semmit nem tudok felhozni ellene, csak azt, hogy nem lesz képes ellátni ezt a hivatalt. Egy normális mondatot nem tud összerakni. Mit várhatunk tőle? Nyilatkozták a megkérdezettek az ukrán fővárosban. A Központi Választási Bizottság szerint a voksolás alatt nem történtek jelentősebb szabálytalanságok. Nincs okunk azt állítani, hogy a vasárnap tapasztalt jogsértések befolyással lettek volna a szavazás végkimenetelére, közölte a testület vezetője. Elemzők szerint az ukrajnai elnökválasztás eredményét a kiterjedt korrupcióra, a betegeskedő gazdaságra, az alacsony életszínvonalra és a kelet-ukrajnai harcokra adott válaszként kell értelmezni.